Szép jó estét mindenkinek. Csoda, újdonságok itt az OBS-en. Lefutott a frissítés. Rég találkoztunk, közel egy hete, de onnan folytatjuk, ahol legutóbb jártunk, azaz lezártunk egy nagy aktot, ott csőtörés van, úgy néz ki, tehát lezártunk egy nagy-nagy aktot, és most feltételezhetően megnyílik egy következő session. És mint mindig, most is az inventory-val lehet kezdeni, lehet elkezdeni küszködni. Mert az még mindig too much, too heavy, és too minden. Úgyhogy, ja, ezzel még lesz meló. És hát a játék az nem könnyíti meg az inventory managementet, mert hát oké, hogy lehet csoportokba lebontva kicsit áttekinthetőbben is ránézni erre a iszonyat katypaszra, ami itt látható, de azért mit tudom én, talán egy olyan sorba állítást el tudnék viselni, hogy mondjuk súly szerint sorba állítja, vagy érték szerint, vagy bánom is én mi szerint. És nekem legjobban ez kéne, hogy tömeg szerint állítsa sorba. Mert a nagyobb tömegű dolgokat, azokat így kipaterolnám legszívesebben. Ez például másfél kiló, három darab, igen. Ezt lehet, hogy el is tudnám adni. Mindig abba bízom egyébként, hogy elhasználom, eladom, stb. És hát mindig a szomorú igazságra rá kell döbbenjek, hogy nem fogom eladni, nem veszik meg, és nem tudom felhasználni. Ez végülis ezt meg lehet inni. Ez is medicine. Na, nézzük úgy, hogy fegyverek, ott mindig súlyos dolgok vannak. Köztük van ugye ez a feszítővas, ami viszont kell ahhoz, hogy a szellőzőkbe bejussak, úgyhogy ezt nem adjuk el. Itt van egy pisztoly, ő 5 mm-est lövöldöz, ez 762-es, ez plazma fegyver, kéne javítani. Na, például egy ilyet akár eszközölhetnénk is, ha rájövünk, hogy melyik az, ő lesz az. Repair kit, mechanical repair kit. Ja, de ehhez nem kell, hanem... Aha. Ehhez nem jó akármi. Electronic repair kit, itt figyel az electronic repair kit. Már is nézem. És javítom. És ez javult? Mert még mindig... Ja, javult, rosszat néztem, azért néztem az energiatöltöttségi szintjét. Na, azt is tudunk tölteni bele. Azt pedig úgy tudunk tölteni bele, hogy van nekünk... Újra fel kell vennem a fonalat, előre is elnézést kérek a bénázásokért és a lassú felfogásért. Ez már csak... hozzám tartozik. Aknám is van. Na, például azokat is le lehetne rakosgatni, és akkor már is jó lenne a helyzet. Látom, hogy nincsen már ilyen energizerem. Crafting. Nem a craftingban lesz az, hanem mondjuk ilyesmi helyeken.
Sea Booster, ezt úgy adom el, mint a vihar. Ha valaki megvenné, meg az összes kaja dolgot eladnám. Adrenalin Shot, az talán nem, mert az még esetleg... Na itt vagyunk, igen. Az amóba kell keresni, akkor most már megjegyezzük. Megjegyzem. És akkor itt a Fusion Cell, Recharge Item. És már is megyek ide, és... ide, és töltöm a pisztolyt. Oké. Ő most pullon van. Van egyébként nem egy shotgun is. Ami 5 kiló. Ennyi shotgunom van, abból még 11 is, még van is. Hát jó. Mindegy, induljunk el. Szépen akkurátusan, ajtót is becsukunk, minden. Azt nézzük még meg, hogy itt... én mennyire törtem fel apartmanokat, mert hát ez még ugye kecsegtetne egy-két dologgal. Kamerát megvárjuk egy kicsit, más irányban kezdjen el nézelődni. Hacking kell ide. És lehet, hogy nem ördögtől való az, hogy én ezt megpróbáljam. Nem tudom, hogy van-e értem itt a kamerának a mozgására várni, ellát-e ide, de szerintem ellát. Aha, persze. És figyelj, már jön is. Észrevett a kamera. Jön is az arc. Jó, ezt töltsük vissza, mert szerintem most én bűnt követtem el, ami... meg is lett örökítve. Ja, sajnos. Ilyen kis fantom képe van a kamerán. Viszont... aha, ezt viszont ezt lehet, meg lehetne próbálni. Megint mentünk egyet. Upika. Ő itt nekünk nem fog örülni, de azért szóba legyedünk vele. Please leave. Ennyi. ...45 XP-t azért szereztünk ezzel is. Itt ezt már kipakoltuk. Azt nézem egyébként, hogy ilyen szellőző. Ha ez logged. Impossible. Azért itt még teszek egy próbát. Csak hogy próbaképpen. Nem, még egyet várni kell, még egyet várni kell. De akkor meg már az túl sok lesz. Ja, nem, ez sehogy se jó. Hát jó, akkor erről most így egy időre leteszek, és akkor menjünk a dolgunkra. Abból is akad bőven. Someone's taken down. Oké, ez volt az, amit ezt megoldottuk. Mindent is. Azt mondja, hogy menjünk a... ez ugye? Ez a kantinos rész. Maybe. Mindig a főnököt keresem. Itt talán meg lelem. Gorski is itt van. Az öreg Gorski. Éppen megzavartam a kis beszélgetésüket.
Ja igen, ugye úgy fejeztük be az előzőt, hogy betörtek az alagútba valami iszonytató nagy szerkezettel, ilyen fúróval, én utoljára a Teen Ninja-kba láttam olyat. We will need your assistance with these as well. Számos támadást hajtottak végre Core City ellen. Északon néhány órával ezelőtt. Nem tiszták az infók erről az egészről, de pillanatnyilag a Faceless-ek is bevonódtak ebbe az egész ügyletbe valahogy. Az ő informátora, vagy besúgója azt mondta, hogy ezek a Faceless-ek, ezek az arctalanok használták az ő hát ilyen föld alatti fúró gépeiket. Áttörték a defense-t. Elvágták az alagutat észak felé. Nem kísérelték meg, viszont nem kísérelték meg a várost elfoglalni. Egyelőre még nem. Why they attacked in this particular spot? If any help was to arrive from the Protectorate up north, it would have to pass through the North Tunnel. If any help was to arrive... So now controlled by the Faceless. Általában ezek az arctalanok nem támadnak, ha csak nem provokálják őket. Azt tudjuk, hogy ők nem szerették a protektorátust túlságosan. Received a distress signal from rail crossing. They are having troubles of their own. Hogy kik ezek a Faceless-ek, nem igazán tudja senki. Valahol élnek. Talán, vagy akár bárhol élnek, bárhol élhetnek. Az alagutakban jóval alattunk, messze alattunk. Mélyebben, mint bármely ember képes lenne élni. Maszkot viselnek, sosem mutatják az arcukat és a nevüket. És számos történet kering róluk, az ő eredetükről, de lehetetlen megmondani, hogy melyik igaz. Kérdezősködj, hogyha kíváncsi vagy. What sort of place is rail crossing? It's an independent station built inside an old train depot. To the northwest. Oké, oda kell mennünk, mert ott is történt szintén Faceless behatolás. What do you want me to do? I want you to find out what's going on in a rail crossing. Kideríteni, mi folyik rail crossingban. A rail crossing
ilyen vasút kereszteződés. Assist them if you can and report back to me. Segítsek és informáljam majd őt mindenről. Próbáljam elkerülni az összetűzést az arctalanokkal. Semmiféle nem várt ilyen figyelmeztetést nem akarunk. If you can find out what is causing them to attack these places, that would be helpful. Ha rájövök arra, ha kiderítem, hogy mi okozza azt, hogy ők megtámadták ezeket a területeket, az egy nagyon nagy segítség lenne. I'm heading out to Coal City myself to check out the station there, the situation there. You should meet me there as soon as possible. Look for me in the Hardcore City bar. Maga Gorski is kilátogat a helyszínre. How do I get to the rail crossing or the core city? There are a couple ways to get to rail crossing. The easiest would be to take the train. Tehát vonattal kéne menni. Mivel már kitisztították az utat. Alternatív megoldás is van. A szélső alagutakon keresztül gyalog. De ezek néhány ilyen alagút az biztosan összeomlott. Szóval némi robbanóanyagot is vigyek magammal, hogy kitisztítsam magam előtt az utat. Alright, I'm off. Most ez szöget ütött a fejembe az utolsó mondata, hogy bombát is vigyek magammal. Lehet, hogy azok, amiket olyankor láttunk, ezeket a rock dolgokat az úton, ami elállta, akkor azt nem is pszí képességgel, mert én ezt úgy elkönyveltem magamban, hogy na itt azért nem jutok át, mert a pszí képességre nem tettem semmit, és nem tudom, nem is használom. De lehet, hogy bombával kéne azokat ott keresztül vinni. Old Jonas. Old Jonas, hát te ott kim voltál a prérin. Hazajöttél, bejöttél, de jó. Take a seat, youngster, have yourself a drink. You don't need to be rushing about all the time. You promised to tell me about the descent into deep caverns. Well, it's not a long story. Yes. I was young, strong and handsome. Old Jonas most itt eladja magát, hogy mennyire nagy jampi volt annak idején. Anyway, I took a ride down and soon enough I arrived an old ruined Biocorp compound. Nem igazán érdekel Jonas Carvult erre rá kell. Jó, persze mond, de hát ha valami infót elejt a végén. És pedig nézzük a bartert. Semmit nem vesz meg, gyakorlatilag csak lockpickinget vesz meg, az meg nekem is kell. Viszont lehet, hogy kéne ilyen energy cell, bár... Nem. Spórolni kell a helyjel, az inventoriba, meg a súlyjal legfőbbképp. Oké, okay, jó.
Egy-két helyre még látogassunk el, csak olyan célzattal, hogy egyáltalán tudok-e kereskedni érdemben. Logged ez is. Ez már nem tudom, hogy mennyire volt logged annak idején, tehát milyen szintű ez a logged dolog itt. Impossible szintű, oké. Okay. Ezra. Shield emitter. Fully recharged. Shield emitter using the batteries. The character has in their inventory. Ez biztos, hogy nem kell. Ezt már is felajánlom, mint... Ez se kell. Nem kell. Ebből elég jó pénzem lesz, nem? Olyannyira, hogy... Már így is ráfizetésben van a pali. Akkor mindjárt kitaláljuk, hogy mit adhatsz érte cserébe. De még rakok én ide. Ez a shield emitter, ez... Fully recharges the shield emitter. Using the batteries. The character has in their inventory. Mindjárt feltöltjük. Ez egy komponens. Night vision device. Elektronika kell hozzá. Megy a levesbe. Te mi vagy? Komponens. Endoscope. To attach the end of the optical fiber. Jó, ezt is odaadom. És még itt van egy. Electromagnetic waves. Hát, I don't know. Úgyhogy egyelőre. Egyelőre itt sincs elég pénze. De adhat nekem, ha nem is komponenst, hanem konkrétan gránátot. Gránátot végülis adhat. Ezek mit tudnak? Perception increase, dodge decrease. Dodge decrease. Advanced Electronic Repair Kit. Hát veszünk ilyet is. Nem sokat. Egyet. Konkrétan. Az is sokba kerül egyéb iránt. Ilyen EMP gránátból kettőt. Kettőt betárazunk. És azt mondja, hogy plasma core, ezek ilyen egyéb dolgok, cloaking device, ismerjük, energy shield emitter. Interesting. Felettébb interesting. Hát, egy ilyen sima izét is rakunk be egy párat. Egy hármat. Nem, hanem ez. Jó, legyen ez.
Jó, akkor most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha feltöltöm a... ezt a cuccost. Recharged. Ja, azt oda tehetem fel. Oh my goodness. És akkor... Az úgy mit csinál? Jó kérdés, mindegy, menjünk tovább. Meglássuk. Herold. I wanted to talk to you about something that is likely not as urgent at this moment, but important. Interruption in power. Az áramkimaradások miatt problémázik ez a Herold, hogy szerezzek most ilyen különböző optoelectric cells-t, meg related equipment, blueprints. És ezt a Crossroad Caves-ben fogom megtalálni. Don't worry about that. If you can find something good, you will receive 300 credits. Probably need explosive other than... Jó, és igen, és kell robbanóanyag is oda a szondja. I think I deserve a bit more credits for something this important. Something like 500 credits should be enough. Sorry. Csak 300-et tud adni, tök mindegy, én csak itt alkudoztam. Deal. Szia. Akkor viszont... ez a robbanóanyag téma, ez most már... mondjuk vannak gránátjaim. Jó, gránátból elég sok van. A fegyvereket nézzük meg még egyszer. Aha. Na, mindegy, akkor nem megyünk az armoriba. Felesleges. Nézzük meg a legalsó szintet. Vagy a legfelsőt, vagy nem tudom, ezt onnan kell nézni.
Hát ezen a térképen én megeszem a kalapom, ha ezen eligazodok én bármikor. Ó, de itt a vonat. Na, ez már jó hír. Kicsit szétnézünk. Hogy WhatsApp. Tehát engedtek, srác? Jó, ott van egy lockers. Ja, de az... lapaus. Nem kell. Lövésem nincs, hogy jó irányba indultam el. Tök minden, most úgyis csak szétnézek. Egyáltalán felfogjam, hogy hol vagyok. Ha ott már mozgolódás van. Jaj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 
építhetnénk egy csapdát így kapásból. Aha. Nézzek egy molotov koktélt, hogy annak mennyire örülnének. Ezek a patkónyok ott. Hátrálunk. Nem is jönnek. De, de, megjöttek. Na, szépen lehoztuk. Egészen szépen. Nézzük meg a maradványokat. Ezeket én nem fogom elrakni. 5 kiló patkánybőr kell a sebnek. Komponens.
Komponens. Jó, tegyük el. Úgyse fogom felhasználni. What the? Egy dead man. Menjünk tovább. Ilyen szűk barlangba, ahogy nézem. Valóban. Pig. Mit keres itt? Disznó. Ura egy helyet talált magának. De hát kénytelen leszek legyilkolni. Jó van. Ha ő már ott level 2-es lesz. Megvárjuk, hogy mekkora ez. Kritikust kapod, de az még kevés lesz. Ez az. Hálót, ezt hálóval elkaptuk. Ez nekem jön, ez... Nem tudom a háló meddig tartja meg, de addig sorozzuk gyorsan. Remélem még egy körig megtartja. Hú, várja. Charging. Azt a picsa. Hát nem sokáig tartotta meg. Oké, okay, shotira váltunk, és nyomunk magunkba hiat. Egy 80-at. Te puska kell ez a melóhoz. Futi, futi, futi. Segbe szexualizál. Én pofán lövöm cserébe. Jó van, meghalt. Ennyi XP-t adott, 430-at. Warthog. Hát az anyja keservit. Oké. Okay. És dob nekem egy szívet. 2,5 kiló. 30 pengőért. Ezért csak az XP érte meg igazából. Amit kaptam utána. 6 kiló, tehát itt embertelen nehéz minden. Franc se fog ennyi cuccal mászkálni. Hát akkor menjünk el ebbe az irányba. Várja, itt még itt kacskaringózik ez az út. Megint malacokat hallok. Cave ear. Hát... Én nem fogom ezeket se úgy túlzottan gyűjtögetni. Ha esetleg ilyen irányú tanulmányaim lennének, akkor még azt mondanám, de így...
Na ez a civilizációnak tűnik. Mondjuk most csináltam egy ilyen kis vissza visszautat, visszafordulást. Lockpicking. Hoppácska. Na például ezt a scope-ot, ezt fel tudom applikálni így valahova. Telescoping site. Ó! Ezt a shieldet majd kipróbáljuk. A disznónál kipróbálhattam volna, de nem is vettem észre, hogy ennek lett ikonja ott a toolbarba. De lett. Ez kicsit, megvárom, kicsikét eltipegjen ez a szarvasbogár. Kicsit messzebbről kezdjem el. Pont, hogy közelebb jön. Ketten fixen vannak, de lehet, hogy többen is. Jó. Azt a... Itt küldött rám. Movement points reduced. Vagy ezek távolságiak, tehát küldenek rám mindenféle jóságot. Nyomunk egy kis HP-t, mert nem vagyok egy mesterlövész, úgy tűnik jelen helyzetben. De ez kemény. Lehet, hogy gránátot hozzájuk vágok. Meg fogok halni. Az a nagy helyzet. Meghaltak? Hála Istennek, ha majdnem kinyírt ez a két szarvasbogár a francba. Ugye töltünk HP-t, meg töltünk lőszert. Ja, ők már kicsikét magasabb szinten vannak, mint a korábbi bogarak, akikkel találkoztam. Utazásom, és ez végül is 1,60 kg. Nem, mint a közértben 1,60 kg. Számolgatom, hogy érdemes-e cepelni ilyen dolgokat, de hát őt még úgy ítélem meg, hogy érdemes. HP-val is fogyok rendesen amúgy. Csak úgy mondom. Ez jó, szétválik az út. 100 felé. Bevágódunk egy stealth módba, biztosan, biztos. Aha, itt is itt vannak a srácok, nagyon jó. Ez milyen virág? Valakinek biztos jó lesz. Na. Gondolkodjunk egy sort, mentünk egyet először is. Itt bármit is csinálnék. Lehet, hogy csapdázok is egyet, vagy legalábbis megpróbálok. Mondjuk így oda.
Jó. Ők ha ebbe belemennek, akkor ez nekik fáj, remélem. És akkor nézzük még, mit tehetnénk oda gyors elérésbe. Van még nekem csapdám, azt is oda rakjuk. És akkor én őt most meglövöm. Hátrálunk. Fáj neki, jó van, nagyon jó, nagyon fáj neki. Megy lefele szépen a HP. Menjetek bele sorba szépen, ügyesen. Szia! Még oda is szórok egy párat. Még hátrálok egy kicsit. Nagy szarházi vagyok, de hát... Be is mérgeződtek? Ezek bemérgeződtek amúgy szerintem. Ej, de kár, hogy mellé ment. És már nem tudok tovább menekülni sajnos. Mi lenne, ha magamra tenném ezt a... Akkor mi történik? Ez vajon tompítja? Szerintem tompítja azért a sebzést. Ez a kis... shield. Na, én lehet, hogy rájuk megyek izével. Shotgunnal. Csak kifogytam a mozgáspontból, az a baj. Nice. Oké, mindjárt lemegy rólam ez a chill. Azért szépen megtépáztak már megint. Ez 7,5 kiló ez a szar. És csak 210-et ér. Inkább elviszem ezt. Nem vagyok egy igásló, hogy ennyit... Jaj, várja. Most akkor magammal is kicsesztem, mert itt most akkor csapdák vannak. Fú, basszus. Ja, kibasztam magammal is. De itt a szélén talán... Talán jó vagyok. Á, igen, azt láttam, hogy abba belemegyek, de... Várjál, tudok erre gyorsan izét tenni? Mi ez, ez a szar? Gyorsan bandage-eljünk, hát ha attól megnyugszunk. Még mindig megy le a HP, de ebbe már nem halunk bele, ebbe a mérgezésbe. Viszont most elálltam magam elől az utat abba a kis alagút cuccba, de... What the? Te mi az Isten vagy? Haver, rád dobok egy hálót, remélem, hogy rád tudom dobni. Elkerülte. Elkerülte ez a szarházi. Akkor shotgun. Laza 73-at belelőttünk. Fel kell tölteni ezt a shieldet, már most azért nem tudom magamra tenni. Mi az? Na, ledarál. Ez a fiú engem. Elmisszelted? Aha, misses. Jó.
Ez mi az Isten volt? Csak itt kiugrott a vízből. Betöltünk. Ezt felvesszük, mert ez valami ritkaság. Ez nem kell. Ezt a hálót vissza tudom venni? Zsír. Akkor... megy ide, vissza a helyére. Tudok most bandage-elni? Ezt amúgy sose... sosem egyértelmű nekem, de akkor inkább a bandage fogyjon, mert ez a... Suri, ez most már nagyon... nagyon fogyóba van. Bandage-bel még jobban állok. Ezt a virágot vegyük fel. Tök random megyek, most nem tudom igazából ez mi ez, ahol vagyok, de... XP gyűjtésre kiváló, kiváló. Sose volt ilyen jó. A pig az még jó, csak az a warthog, akármicsoda ne jöjjön. Ide még be is szórhatok egy kis ilyen cuccost valahova. Észrevettek. Hát ezekre nem pazarlom a shotgun lőszert. Szépen hátrébb sétálok. Oké. Itt a nagy dög is, basszus. Ez a szerepben a játékban amúgy, hogy nem látom, hogy kik jönnek rám. 61%. Oké, zsír. Elkaptuk a nagy dögöt. A kicsi az, ezt leszarom. Tulajdonképpen. El se talál. Meg a shotgun az eléggé szétvisz, úgyhogy... Hát mit csináljak? Menekülőre fogom. De én azt nem értem, oda csapdáztam, ők keresztül jöttek rajta, akkor onnan miért nem tűnik el abból a részből? Csak kérdezem. Kapott egy kritet a aranyszíve, de én meg... Be van ő azért lassulva amúgy. Rámegyek shotgunnal egy kicsit. Megyünk tovább. Most nem igazán értem ennek a mozgását, ennek a disznónak, de nagyon jó, hogy nem jön rám. Pisztolyjal jobban sebeztem, mint shotgunnal. Csak így zárójelbe. No. Egész rutinosan gyilkolom már ezeket a... mindenféle jószágokat. A shotgunból most már ki fogok fogyni, mert nincs több lőszer. Ez is valami ritkaság. Nagyszerű agyar. Baszki. Ez azért nem egy, nem is tudom, 21. század, nem tudom milyen effekt, de olyan rosszkor nyomta be ezt a denevérizét. A rohamot rendesen beszartam. Ettől a jumpscare-től. What?
Bassza meg. Már nem izébb a clockba jöttem át. One shot, one kill. Jó van, akkor ezek nem olyan kemények talán. De itt megint valami civilizáció jeleit látom felfedezni. Oké. Okay. Na, most viszont betöltünk ebbe a shield cuccba némi energiát. Recharge-oljuk. Töltsünk belőszert még. Mentsünk egyet, és még bemegyek clockba is mindjárt. Ez nem kell. Mondjuk valószínűleg jöttek volna ezek a patkányok sokan, hogyha én itt... Hogyha... Ah, van még itt. Kérdés, hogy mennyi? Jó, majd veled később dumálunk. Itt úgy látom, volt egy kis patkányinvázió, és kinyírták az embereket. Erre el tudok menni? Aha, itt volt egy kis csetepaté patkányok és emberek között. Vagy patkánykutyák, vagy nem tudom. Deadman. Hát késsel próbálkozott a bácsi, de nem sikerült neki, hát ezeket elrakom. Jó, hát mindegy, valamiben megködögleni, ahogy Bödöcs mondaná. Várjatok, itt sokan vannak. Azért, hogy ilyen sokan vannak, én csak eldobok egy cuccost. Egyébként azzal is lehet még így okoskodni, hogy az ember mondjuk egy ilyen sikátorba bejön, hogy egyszerre csak egy tudjon rátámadni az enemy közül. Jajjaj. Te honnan keveredtél ide? Lőttem kettő kritet. Oké, elfogytak. A lőszerem is szépen fogyogat. Mondjuk ebből van utánpótlás, ebből a 762-esből nem kevés. Patkánybőr. Most megint bemehetek a saját csapdámba. Ha jól sejtem. Ja. Mindegy, ez van. Ez egy eléggé kapufa, hogy ott a csapda belemegy, és én még ugyanúgy belemegyek. Hát ezt ő már triggerelte, az már miért nem tűnik el? Vagy ez én fogom fel rosszul a dolgot? Na jó van, fiú, téged most már megszexualizállak, engem nem érdekel. Mit kapott?
hunya volt. Mentsünk egyet. Rendesen horror van itt. Aztnak leszakadt a feje, vagy csak végig lett húzva a padlón. Végülis mindegy is. Switch. Ez a hangeffekt. Durva. Durva hangeffektek vannak itt, kérem. 5 mm-es, meg egy pisztoll. Pisztolt is elrakjuk. Jaj. Na hát. Egyébként becsukom az ajtót, ők valószínűsítem nem nyitják ki. Annyira talán nem okosak. Egy kis lockpick. 5 mm-es. Hacking kell hozzá, akkor meghackingeljük. Hoppácska. Más típusú shotgun shell. Na, kipróbáljuk. Na. Akkor itt most benyitunk. Be tudom tölteni. Más típusú izéba is. Ja nem, akkor az egészet lecseréli. Na mindegy. Ezzel most beköszönök. Huppika, az egy alfa. Futunk egy kicsit. Mondjuk így pont nem fér hozzám, ez jó hír. És elmisszeli. Azért jó, hogy tettem így az avoid, meg az a... melyik a másik az evade-re. Nem kevés pontot, hát most... nem tudnak eltalálni konkrétan. Persze ezek alacsony szintű enemik, úgyhogy valószínűleg azért. Ez a shotgun is tette a dolgát. Ez a lőszer valószínűleg kicsit OP, mint a másik. Úgyhogy azt onnan látom, hogy melyik mennyire OP. Hát... biztos. Az mi? Én meg nem mondom, mi ez. Ó, shotgun lőszer, jó van, fasza. És a steel plates. A jó öreg 20 kilós steel plates. És ebből mi a... hú, bánatos figyfenét tudok csinálni. Komponensnek komponens, csak az vagy 20 kiló. Oké, hogy még el tudnám vinni, de... jó, figyú, elviszem, ameddig értelme van. Aztán, hogyha úgyis megtelik az inventory, ez lesz az első, amit kibaszok. Doctor's pouch. Extra utility slot. Medicine consumption.
AP cost reduced. Aha, kevesebb mozgáspontba kerül a... Ha jól sejtem, igen, action point, aha, mozgáspontba kerül a medicinnek az elfogyasztása. Psychonic catalyst, ez nekem nem. Powerful psychonic, nem, mert ilyen psycho dolgokat nem csinálok. Úgyhogy az annyira nem adja, de ez a másik cucc, ez... Ugye nekem most fent van egy ilyen Trapper's Belt, ami ugye a trappekhez ad extra hatást, meg slotot. Ez maga medicinhez adna, vagy medicinhez. Hát figyú. Egyelőre nekem nem. Flashbang, most azon gondolkodom, mit rakjak még be. Késeket is lehetne. Egy poison. Ilyen poisont berakunk. Jó, itt akkor... abba az irányba tudunk még kimenni, de inkább menjünk körbe, mert ott szétcsapdáztam az agyvelőmet is, úgyhogy nem akarok még egyszer rámenni. Körbeértünk. Vagy várjál, hogy voltunk? Igen, mert arra mentünk. Ott volt egy híd. Jó, de vissza kéne mennünk, mert ott még volt másfele is egy ilyen járat. Nézzük meg, hogy az hova visz. Valószínűleg a halálba, mert oda is csapdáztam, ugye? Az volt az, amivel szintén jól kibasztam magammal. Erre gondolok egyébként. Meg arra egyenesen is lehet menni. Hát menjünk el először akkor ide a... erre a részre. Ami most fájni fog, mert belemegyek a saját csapdámba, de... igen, fájt. Kutakodjunk itt is egy kicsit. Ah. Sose fogytok el, gyerekek. Megyek a másik irányba. Nem kenyerem az erőszak, megyek én másfele, nyugi. Itt van egy döglött patkóny. Megdöglött. Deadman. Figyú, én nem szórok csapdát. Nem érünk erre rá. Hoppá, ott van valami climbing point. Lehet mégis kéne szórni. Nem bírom ki, sajnálom. Túl sokan vannak, félek, hogy itt jönni fognak, mint a zergek. Hárman vannak. Négyen vannak. Na, én azt hiszem át is váltok shotgunra. Főleg így, hogy van egy alfa is. Futi. Futi, futi, futi. Oké. Egy még van, és szerintem az elkezdett körbejönni. Jaj, itt jön. Azért tök durva, amikor átváltok pisztolyra, így a 18 vagy 12%-ból lesz 72. Nyilván shotgunnal távolra nem nagyon lehet.
effektívnek lenni. Ilyenkor hívod a kis barátaidat, vagy mit vonyítasz? Szia! És még mindig van. Ja, hívta egy haverját szerintem. Valahol úton van. Ja, nem. Jó. És ezt nem teljesen értem. Na mindegy, ja, ezért mondom, ezt nem értettem, hogy még itt írta a játék, hogy valami patkány itt még mechanikus sebzésben szenved. De megtaláltam, hogy melyik az. Még egy kis shotgun lőszer, és egy Woodlocker key. Erre még elnézünk. Ja, ez csak... Hogy ez mi? Minden textúrát külön meg kell nézni, mert... Egyébként sincs sok textúra, de... Ami kicsit más színű, az már... Aha, ide lehetett átugrani, nagyon jó. Visszaugrunk. És körbe megyek, mert nem... És már nem megyek bele még egyszer a saját csapdámba. Bandage-elünk egyet, ha tudunk. Ha tudunk bandage-elni, akkor bandage-elünk. Elállítjuk a kis vérzésünket. What? Úgy tízé sétálgatok nyugiba, egyébként jó csúnya szegény. És hát rám rontanak ezek a dögök. És volt ott egy alfa, aki elindult visszafelé. Bleeding. Kaptam egy kis bleedinget. Jó, vele nem szarozunk. Kell a shotgun hozzá. Oké, ismét akkor. Állítsuk el a vérzést. Ez elállítja amúgy? Na most kíváncsi leszek. Rohadtul nem. Pedig ez lenne az értelme. Hogy a bandage-el a bleeding-et állítod el, de ez a játék másképp gondolja. Na nézzük, van még itt shotgun lőszerünk. Használjuk most el ezt a 10 darabosat. Kis szép sárga. Na, erre mi van? Húha. Itt már az Alien filmben bekeveredtünk, úgy látom. Na és itt van a Rocks. Most lesz toppergés, mert kipróbálom, hogy mindig itt tizéről beszélnek itt a városba, hogy robbanóanyag, robbanóanyag. Van nálam gránát. Ez vajon... Csinál-e bármit?
Kurvára nem. Kurvára nem csinál semmit, már bocsánat. Na várjatok, mert ez most már engem, ez most már engem kissé. Nyugtalanít. Hát... Aha. Már is találtam egy oldalt. Destructible Objects. TNT Charge, Jackhammer, Sonocaster és Industrial Powered Exoskeleton. Ezekkel lehet az ilyen object. Ez mi a Jackhammer? Can be used to break destructibles in the release version. Jackhammer. Hol találok én ilyet a játékba? Can be used to mine chromium rock deposits in foundry mines. Tehát TNT-vel lehet... TNT-vel lehet áthatolni. Jackhammerrel, a többi meg ilyen... Szerintem az ilyen pszichiképes... Ez egyik egy ilyen pszichiképesség, a másik meg egy ilyen... Valamilyen ruha. Can only be used with exoskeleton power. Na mindegy. A lényeg TNT-m nincs. Tehát ezek egyike sincs nálam, úgyhogy ezen nem... Nem jutunk csak úgy keresztül. Oly könnyedén. A francba. Egyébként már baromi sok minden helyen volt ilyen szikla omlás, amin ugye nem tudtam keresztül jutni. Most már legalább tudjuk, hogy elvileg mi az, ami segít abban, hogy legközelebb sikerüljön. Ezt is ide tudom tenni. Sok volt. Crossbow. Ah. Ja, hát a gránát az nem. A gránát az nem, nem visz keresztül ilyen dolgom. Unfortunately. Jaj! Megharapott valami! Mi a fakundó volt ez? És nem merek még, mert mentsünk előtte. Ah! Crossbow. El is raktuk. És úgy nézem, hogy lassan eljön a pillanat, hogy megtelik az inventory.
Milton. Na, egy emberi lény. Hát nem túl barátságosan üdvözöl egyelőre, bár valószínűleg én is így lennék vele, hogy csak úgy betoppanna valaki így a barlang kis rejtek helyemre. Igazából egyiket se akarom neki mondani. De megpróbálok jó fiú lenni. Csak jelen pillanatban van egyedül, hoppácska. Aha, ők lettek a társai, akit kinyírtak a patkányok. Most nálam is van az a kulcs, ami neki nagyon-nagyon important. 50 charons for it. Easy money. Let me see. Yes, yes, it is. Hát győzködjük egy kicsit. Are you dear light? Don't barter with me unless... Jó, oké. Oké, odaadtuk neki a kulcsot, ő megadott nekünk 500 pénzt. Kicsit turkálok a szemetükbe. Milton. Ejjjjjjj, és megint sziklákba ütköztem. Szerintem ez lesz az útvonal, amit mondott, mint alternatív útvonal. Tehát lehet menni vonattal, meg lehet menni itt. Mindenféle úttalan utakon, de sajnos nincs. Én mennék ezeken az úttalan utakon, de nincs meg a megfelelő felszerelés, hogy keresztül juthassak rajta. Az a bajom. Jó, menjünk el arra tovább egyenesen.
És ott is. Jajajaj. Az ott enemy. Az ott keményen enemy. Hányan vagytok? Kettő. Aha. 33%. Ujjaj. Nem jó. Nem jó a sztori.
Hopszika. Ez most így jó. Leráztuk, úgymond. Most visszasétál, és akkor előről kezdhetem a kisded játékaimat. Megnézzük a társadnál mi volt. Ezzel most túlsúlyos leszek. Nem, még éppen nem. A két aknát azt ugye felhasználtam, úgyhogy annyival is kevesebb. Csináltam. Jaj, nem akartam. Ezt véletlenül nyomtam meg. Be akarom mérgezni. Bemérgeztük. Mehet rá egy shotgun. Rám egy energia. Nyaláb. Zsír. Lenyomtuk. Ez kemény csávóka volt, vagy csajszika, vagy nem tudom. Rajta is csak ilyen red suit volt. De... de azért durva volt. Túl vagyunk terhelve. Azt mondja, hogy dobom is ki ezeket a steel plate-eket. Hát... Global Map. Itt valahogy majd el kell navigálnom magamat vissza a civilizációba, mert itt nem tudok keresztül menni. Semmin. Elmegyek erre lefelé. Innen jöttem, nem? Töltsük fel ezt a ruhát.
Ritkaság, ezt eltesszük. Körbeértünk, úgy tűnik. Arra ugye annó elmentünk. Ja. Aha. Na jó, szerintem botorkáljunk vissza a civilizációba valahogy. És akkor vagy szerzek valahogy egy ilyen TNT dolgot, és akkor robbantgatom majd a sziklákat, vagy akkor megyünk a vonattal. Ez egy jackhammer, vagy micsoda, ez meg lövésem nincs, hogy hol tudnám beszerezni. Az egy nagy talány. És most baromi hosszan mehetünk visszafelé, hál' Istennek. Ja, igen. Erre nem tudunk menni szintén. Őszintén, szintén. Upszi, valami malac hangot hallottam, röfögést. Egyébként vissza tudnak térni így a... az enemik egy idő után. Upszi, ez nem is... vagy itt jöttem én be? Ez egy kis érdekes alagútnak tűnik itt. Ja igen, itt jöttem be, aha. És arra elmentem, én még abba a másik, még azt megnézem. Azt nem adok el. Aha, őt hallottam. Maradványai sincsenek.
Hú, basszus! Ez itt most shotgunért kiállt. Sajnos ez most üldözőbe fog venni. Aha, de a kicsi jött előre, hál' Istennek elállja az utat a nagy elő. Mondjuk eddig. Charge! Ijj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 
Hát benyomom a HP-t, mert nem vagyok ebben biztos, hogy én ebből kijövök. Kaptam. Kaptam az évet rendesen. Bandage-et nyomjunk. Nem tudunk nyomni bandage-et. Akkor ne nyomjunk. Lőszer. Egy újabb holttest. Rebel. Rebel között egy ritkaság. Na jól van, most már tényleg visszamegyünk. Majdnem meg volt ezzel a szintlépés egyébként. Arra lennék még kíváncsi, hogy az armoriba például lehet-e ilyen TNT meg ilyen egyéb dolgokhoz hozzájutni, avagy sem.
Aha. Várja. Ezt én odaadom szívesen. Plazma pisztoly. Ezeket biztos, hogy eladom. Aha. Akkor kérni fogok tőled valamit, ma mindjárt ide kigondolom, hogy mit. De még pakolok át hozzád. Ezt-azt. Aha. Ehhez egy minimal strength 6, ami kell. Nem is tudom, hogy nekem mennyi van, mindjárt megnézem. Nyolc egész hat milliméter, 7,6. Nézzük, akkor 400-at adsz érte. És akkor még elvileg kéne valamivel bizniszelnünk, mert shotgun lőszer. Felesleges. Tactical vest. Tényleg ez a ruha téma, ezzel hogy állunk? Ezt nem akarod? Nem akarod. Hát akkor nézd, adhatsz nekem aknát. Adhatsz nekem még aknát. Ebből még ezt a kettőt elviszem. Adhatsz nekem lockpicket. Még mindig jól állunk, úgyhogy... Mit adhatsz még nekem? Gránátokat. Kettőt ebből. Jöhet egy Molotov, Ribbentrop. Aztán
Hát, hogy mégiscsak veszek egy kis shotgun lőszert. Mondjuk egy 20-at. Jó. Így. Oké. Upszi. Nem örültek neki. De hát csak megpróbáltuk a lehetetlent. Elmegyünk a medikába. Ezt is próbálom. Ez még nem elég, sajnos. Skillünk. Meggyógyítjuk magunkat. Figyelj csak, én ezt odaadom. Szintén nem kell. Ezt már nem veszi meg. Valószínűleg ennyi a vége. Viszont akkor én még kérek tőled. Mondjuk így. Egyezzünk ki egy döntetlenbe. Na, hát innen folyt köv, már a részemről ennyi fért bele. Mentés megtörtént, figyelmet köszönöm. Jó éjszakát. Peace. Hello, hello.